Tolna megyei önkormányzat 6 esztendővel ezelőtt döntött úgy, hogy találkozót szervez az önkormányzatok számára azzal a céllal, hogy megmutathassák felgyűjtött értékeiket, kapcsolatot építhessenek egymással, és találjanak megoldási lehetőségeket arra, hogy az értéktelen mozgalom kiemeltjeiben jósálfárkodjanak, és erre kapjanak mintákat egymástól. Most már hosszú évek tapasztalatát sorolhatom, hiszen, ha jól emlékszem, a 6. értéknapunk ez már, és folyamatosan növekedett egyrészt a résztvevők száma, a résztvevő települések száma, és egyre jobb visszhangok érkeztek az esemény után vissza hozzánk. Én azt gondolom, hogy ez ennél több értékelési pozitívum nem kell. Én nagyon büszke vagyok erre a rendezvényünkre, erre az eseményünkre, és arra is, hogy a települések zöme itt áll mellettünk, és jelzi ezzel a jelenléttel, hogy mellettünk van, egyetért a munkánkkal, egyetért az elképzeléseinkkel. Az lenne jó, lenne 10-szer ennyi pénzünk, akkor még többen lennénk, mert akkor még több településnek tudnánk segíteni, még több településen tudnánk programokat végrehajtani. Most már Tolna megyének a fele települése itt van ma Medinán, aminek nagyon örülök, és egyre több értéktárbizottság alakul a megyében, ami nagyon szép szám már az országos viszonylatban is, az első 3 helyen ott vagyunk értéktárügyileg, tehát 64 településen van értéktár már, a 109-ből, én úgy gondolom ez egy nagyon szép szám. Bízunk benne, hogy elérjük majd a 109-et is, és minden értéktár működni fog. Olyan ez az ügy, mint a színuszgörbe, hol fönt, hol lent. És ha most azt nézzük, hogy a megye összességét mi jellemzi, akkor azt kell mondani, hogy ez eredményes 6 év volt. Egy fokkal kevésbé elkeseredett fajta a Tolna megyei. Nem a modernitás rabja, kötődik nagyon a hagyományokhoz, és ezáltal kevesebből is tudja magát nagyon jól érezni. Ennek azután az az eredménye, hogy szellemileg erőben növekszik, és sok nagyon zseniális új dolog is születik. Tehát itt az értékek között nem csak ősrégiek vannak, hanem egészen újak is. Gondoljunk például a magyar atomenergetikai szaktudásra, az atomerőművünkre, amelyik világméretekben biztonságos, és most gyarapodni is fog. És számos olyan dolog van, ami ennél kevésbé jelentős, nemzetközi vagy országos méretekben, de nekünk Tolna megyeieknek nagyon fontos. Az idei rendező Medina az első értéknapon átvehette azt a díjat, mellyel a szervezők a kiemelkedő értékmentő munkát végző önkormányzatokat díjazták. Valóban annak fogjuk fel egy elismerésnek. Sőt, saját magam is, amit tanultam ebből, mert talán többször is elmondtam, hogy meg kell térnem 50 évet, amikor az értéktárakat megindultak, és ennyire gyönyörű, szép Tolna megye és a környezetünk, és mennyi mindent nem ismer az ember. Ez nem kell elmenni a világ végére, vagy a tengerpartra. Sőt, ezt már általános iskolában szeretném, hogyha tanítanák, hogy ismerjék meg Tolna megyét. Először is, ahol lakunk, annak a környékét, és a szomszéd falvakat. Tehát csak azt nézem a 4 települést, amit a Sió összeköt bennünket, az egy 4 kultúra, 4 gasztronómiai, a népviselete, tehát csak 4 településre beszélünk. Itt, aki most 38 település, itt van Tolna megyéből, ez mindig más arcát fogja megmutatni. Voltak, akik először tették tiszteletüket a találkozón, így például Dombóvár is. A település idén ünnepli városá válásának 50. évfordulóját, és ennek kapcsán fontossá válik a múlt értékeinek összegyűjtése. De jubileumot nevezetesen a 25. évfordulóját éli Bátaszékváros is, akik az itt élő több nemzetségből adódóan gazdag hagyományokkal bírnak. Azt gondoljuk, hogy megtaláltuk helyünket a megyébe, és Dombóvár is visszakerül a térképbe, és elmondhatjuk magunkról most már közel fél éve, hogy Dombóvár Tolna megyéhez tartozik. Nem tudom, hogy ezt lehet-e még fokozni. Én azt gondolom, hogy kicsit át fog értékelődni az értéktárbizottság munkája. Most már nem biztos, hogy az értékek felszínre hozatala, hanem az értékek megőrzése lesz az elkövetkezendő időszaknak a feladata. Hát ebben mi a saját értéktárbizottságunknak minden segítséget meg fogunk adni. Azt gondolom, a megye is ebben nagy szerepet tud majd vállalni. Tehát egyre kevésbé tudnak az önkormányzatok
hogy mondjam, hivatásszerűen ezzel foglalkozni. Tehát ez akkor tud majd élő lenni, és akkor tud működni, hogyha egyre több civil szervezet bekapcsolódik ebbe a munkába is, és ők magukénak érzik az egyes értékeknek a megóvását és továbbadását az utókor számára. Egy rengeteg értékünk van. Nyilván a klasszikus a Rákóczi túros, de ezen túlmenően azt gondolom, hogy a helyi kézművességünk ma már olyan termékeket állítanak elő, amely megállja a helyét Tolna megyében és akár Magyarországon bárhol. Minden esztendőben ez az az alkalom, amikor kihirdetésre kerülnek a tolnai kumok. Idén a szekszárdi Márci is megkapta ezt az elismerést. Én azt gondolom, hogy egy sikeres megye nem lehet sikeres megyeszékhely nélkül, egy sikeres megyeszékhely még nem lehet sikeres kis települések nélkül. Úgyhogy ezeknek a kötetlen beszélgetésnek ez lehet az egy fontosabb üzenete. A másik pedig az értéktár minden évben hoz egy döntést arra vonatkozó, hogy egy településről mi az, ami bekerüljön az értéktárba, a megyei értéktárba. Ez pedig azért fontos, mert megmutatja azokat az értékeket, amelyeket a kis települések, nagy települések magukénak tudnak tulajdonképpen. És a számossága pedig azt mutatja meg, hogy Tolna megyében egy kis megye lévén megyeszékeink, Szekszár egy kis megyeszékei, mégis tele van értékekkel, nagy számú értékkel bír, amit érdemes megőrizni és érdemes felfedezni is. És ilyenkor egy kicsit talán meg tudjuk mutatni, mindenki meg tudja mutatni, mi az, amire büszke, mi az, amit az elmúlt évben mondjuk magáival tudott tenni, vagy éppen fel tudott építeni, és mi az, amivel segíteni tudja a többi településnek a működését. Paks ebben az évben két díjat is átvehetett. A Lusszóniumot római kori tábor maradványai megyei értékké váltak, míg az értékmentő munka elismeréseként a város kapott megyei értékdíjat. Az elmúlt években, ha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, az atomenergia nagyon sokszor szerepelt már itt a díjazások során. Valóban most az értéktár bizottságot díjazták egyrészt. Én azt gondolom, hogy egy nagyon hosszú munka áll a Paksi Értéktár Bizottság mögött. Ugye szerepel a Tolna megyei kiadványban is az Értéktárbizottságnak a munkája, jelenleg is dolgozik az Értéktárbizottság, és kutatja azokat a paksi és paks környéki értékeket, amelyek aztán adott esetben, ha úgy dönt a megye, felkerülhet esetleg a Tolna megyei értéktár tagjai közé, vagy értékei közé, vagy akár ne adj Isten, még országos hungarikummá is válhat egy-egy paksi érték. Ugye jó magam történész, muzeológus vagyok, ilyen szempontból én ezt abszolút osztom, ezt a véleményt. Igen, csak úgy tudunk építkezni, csak úgy tudunk fejlődni, ha ismerjük a múltunkat, és a múltunkból is merítünk forrást, és akkor úgy tudunk fejlődni. Van igény arra, hogy megyei szinten összefogjunk, összezárjunk, és építsük a kapcsolatokat. Mindenképpen a megyei rendezvények arra nagyon jók, hogy a megye 109 települését összekovácsoljuk, és ez a célunk, ez a ciklus tervünk is, hogy ebben a ciklusban még inkább ráerősítsünk arra, hogy a 109 település egységét minél inkább megerősítsük. Az idei esztendőben Tolnai Kumdíjat kapott a Szekszárdi Márc, a Tamási Gyógyvíz, a Nagyszékely Református Templom épületegyüttese, valamint a Paksi Lusszónium.